Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon, mint ahogy a címből is láthatjátok, ma sütni fogunk, méghozzá egy egyszerű muffint, ami egészségesebb verziójú lesz, mint a hagyományos változat, ugyanis nem fehér lisztből készítem, hanem a D-Life-nak ebből a csökkentett C-hidrát tartalmú D-Mix keverékéből. Ez volt itt a reklámhelye, ugyanis D-Life-os termékeket fogok főleg használni az alapanyagoknál, úgy, mint ez a lisztkeverék. Lesz vörös áfonyánk, lesz csokoládénk, édesítőnk, és fogunk használni egy ilyen D-Life édesmézes fűszerkeveréket is, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem. Mielőtt belevágunk a muffin sütésébe, ami tényleg egy maximum 10 perces munka lesz, el kell, hogy mondjam, hogy a D-Life-val együttműködésben állok, szóval ezt vehetitek reklámnak. Van egy kuponkódom, a SZILU15 kuponkóddal, ezzel 15% engedményt kaptok a diétáskonyha.hu weboldalon a nem akciós D-Life termékekre, ez nagyon fontos. Úgyhogy ennyi. Miért muffint sütünk? Mert vettem egy muffin sütőt, a régit azt, hát mikor volt a konyha selejtezős videó, kidobtam, és a gyerekek mióta mondják már, hogy muffint szeretnének enni, és vettem ilyen kis cuki muffin papírokat is, unikornisost, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor süssünk már egy muffint, csak most egy picit egészségesebb verzióba, cukor helyett is édesítőt fogok használni, de menjünk majd szép sorba, és akkor mutatom. Egy nagyon fontos dolog, ha nem ismernétek a D-Life termékeit, ezeket kifejezetten cukorbetegek és diétázók is fogyaszthatják, mert nem emelik meg a vércukorszintet, és lassabban telít el, tehát kevésbé fogunk tőle megéhezni. Ezt fogjuk használni sima fehér liszt helyett, ez egy csökkentett szénhidrát tartalmú liszt, és nincsen benne hozzáadott cukor. 15 dl liszt. Szerintem ehhez egy csomag sütőpor sok lenne, úgyhogy nagyjából a felét adom hozzá. 10 dekagram olvasztott margarint. Egy tojással és D-Life-os édesítővel fogok összekeverni. Ja, amit elfelejtettem, egy pici sót rakok ebbe a lisztkeverékbe. Én minden édes süteménybe szoktam egy pici sót rakni. És akkor ezt most én hozzáöntöm. És jöhet hozzá 3,5 deci tej. Ez nagyjából 3 deci tejet rakok most hozzá, és ha kevésnek ítélem, akkor még rakok bele. Na, így néz ki a tésztánk. Hát kicsit csomós lett, kicsapódott a margarin, nem baj. És opció, hogy csokis legyen, vagy milyen legyen. Én mindenképpen szeretnék olyat, ami nem csokis. Én ebből most két muffinra valót kiveszek, amit almásnak szeretnék megcsinálni, a többi pedig maradt csokoládés. Megpróbálom nem lecsepegtetni, mert általában ilyenkor mindig az szokott lenni. Csepeg össze-vissza. Jó, legyen akkor 3 vaníliás, úgy fogjuk csinálni. Arra figyeljetek, hogy ne rakjátok tele, mert ez meg fog nőni, és akkor rá fog sülni a muffin sütőre. Mondjuk úgy félig. És akkor még jön rá majd ugye a töltelék is. Ami legyen mondjuk az egyik esetben a D-Life-nak a vörös áfonyája, és isteni jó illata van. Ebből rakok. Hát, ha már ide beleestél, barátom, akkor erre egy pár darabot. Ja, kicsit így okés. Kettőre pedig almát fogok vágni. Erre pedig az almásra ezt az édesmézes fűszerkeveréket fogom használni. Ez egy ilyen télies íz lesz. Ezt pedig csak így rászórom, okés. Kakóport fogok szórni. Megkóstoltam közben, elég édes, okés. Szóval ezt fogjuk variálni. Úgy fogom csinálni, hogy szétosztom, és utána fogom belerakni, amiket szeretnék. De csinálhatjátok úgy is, hogy előre belerakjátok, csak én többfélét szeretnék, ezért nekem így most ez egyszerű. Okés, legyen mondjuk az első egy ilyen gyümölcsmixes, ezt még a múltkor vettem. Gyümölcsös
cukros dolog lesz benne. Ja. Legyen az egyik kókuszos, vagy legyen mondjuk kettő kókuszos. Egy villa segítségével összekavartam. Oké. A maradék 6-ban a D-Life csokiját fogom használni. Ez prémium minőségű, 58% a kakaótartalma, és 63%-kal csökkentett szénhidráttartalom van benne, és ezek ilyen nagyszeműek. Szóval ezeket érdemes előtte egy picit felaprítani. Ezeket önmagába is tudjátok fogyasztani, aki csoki imádó, vagy süteménybe. Aki akarja, meg is olvaszthatja. De szerintem így rusztikusabb. Ez van a sütőt, bekapcsoltam 180 fokra, előmelegít emlékkeverésen. Fogom sütni nagyjából egy fél órát, de majd pontos időt leírom. Szóval itt a vörös áfonyás, az almás, édesmézes fűszerkeverékkel, a csokis, és ugye ez a kis gyümölcsös, és ott van a kókuszos csokis. Hát utólag vettem észre, azaz most, hogy egy fontos dolgot kihagytam, ez pedig nem más, mint a vaníliaaroma, illetve a natúrjoghurt. Mindig szoktam natúrjoghurtot rakni a muffinba. Na most nem lesz benne, viszont ezt a vaníliaaromát, ezt én még úgy döntöttem, hogy egy picit ráöntöm ezekre az almásokra, mert szerintem az úgy jó lesz, lehet, hogy sok lesz, na mindegy. A sütő előmelegítve, a muffin pedig mehet is be. Megsültek a szépségek, egy picit várunk, mert forró, és aztán jövök vissza kóstolni. Kihűltek kellően, 2 óra hossza telt el, nem mondom, hogy nehéz volt megállni, mert nehéz volt, hogy ne kóstoljak bele, de most akkor meg is kóstoljuk. Nyilván nem fogom tudni mindent megkóstolni, hanem mondjuk kóstolunk egy, miért válaszunk, mondjuk, megkóstoljuk ezt a vörös áfonyást. Kóstolás rész a kedvencem, ezt a vörös áfonyást fogjuk megkóstolni. Valamelyik nagyobb lett, valamelyik kisebb lett, megnézzük, hogy lejön-e róla szépen a papír, és akkor én török is belőle, így egy darabot. A tésztája nagyon finom, nagyon puha. Én amit változtatnék rajta, hogy ezt a vörös áfonyát nem a tetejére raknám, hanem belőle, mert most ugye összealszalódott, olyan, mint egy mazsola. Én nem szeretem a mazsolát, aki szereti, annak jó. Kóstoljunk egy csokisat. Török ebből a csokisból is. Az íze nagyon finom. Ugye ez a D-Life-os csoki, ez nem olvadt el benne. És jó csokis. Ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. A muffin nagyon finom lett, ez már a ti fantáziátokra van bízva, hogy mit raktok bele. Remélem, hogy a gyerekeknek is fog ízleni. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra, és szívesen fogadok ötleteket, hogy legközelebb milyen videót szeretnétek látni esetleg, ilyen sütős videó, D-Life-os termékekből, akkor írjátok meg a kommentbe, és nagyon szívesen megcsinálom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!